Megkezdődtek a 84. ünnepi könyvhét és a 12. gyerekkönyvnapok rendezvény programjai. Az ünnepélyes megnyitót Egerben az Eszterházy téren tartották. A rendezvény Gály Judit tanácsnok, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke és Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája nyitotta meg. Nagy öröm számomra, hogy az ünnepi könyvhét egri szervezői fontosnak tartották, hogy dédapám emléke és szellemisége is jelen. Annyira fontosnak tartották, hogy engem a méltatlan utódot hívtak meg, és kértek fel a megnyitót. A Bródy Sándor megyei és városi könyvtár és a könyvesboltok 3 napon át várják a könyvek iránt érdeklődőket az Eszterházy téren. Már évek óta hagyomány nálunk, hogy a könyvhétre igyekszünk megszólítani minden egri írót, különösen azokat, akikkel közvetlen kapcsolatunk van, és nemrégiben mutattunk be könyveit, és meghívjuk a sátorba, ide az írók sátrába, és egyrészt, hogy találkozzanak a közönséggel, másrészt dedikálásra is lehetőségük nyílik. Az idei könyvhétre a kiadók több mint 300 újdonsággal jelentkeztek. A legkeresettebbek ilyenkor a versek és a gyerekkönyvek. Gyerekeknek is most van a könyvhetük. Nagyon sok jó gyerekkönyv jelent meg, és a szép versek, meg a fiatal írók, költőknek a kötetei ilyenkor jelennek meg, ezt keresik is. A megnyitó után az eső ellenére az Eszterházy Károly Főiskola nemrég nemzetközi sikert is elért együttese, a Jazz Faces játszott a közönségnek. A könyvtárban irodalmi délutánnal folytatódtak a könyvhét programjai, ahol dr. Cséh Varga István irodalomtörténész Keller Péterrel beszélgetett.